Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek jelenlegi világunkkal? Lehetne jobb is. Lehetne jobb is? Csak jobb lehetne. És mi baj van a jelenlegi világunkkal? Tudatlanság? És gondoltál már arra, hogy a jó embereknek valamit tenniük kellene azért, hogy jó felé haladjon a világ? Mert a jó emberek nem tesznek semmit. Azért, hogy jó felé haladjon a világ, akkor mitől haladna jó felé? Nem? Hát úgy magától szerinted valami életedben megjavult már? Nem. Tehát csak úgy magától. Tehát az életedben bármi magától megjavult? Nem. Vagy úgyhogy nem gondoztad, nem ápoltad, nem foglalkoztál vele, akkor jó irányba haladt? Hát ez egy univerzális szabály. Ahhoz, hogy valami jó felé haladjon, ahhoz arról az értelmes elmének tennie kell. Oké? Okay? Tehát, hogyha valamiben nem kerül bele az értelem, az mitől javulna? Jó kérdés, nem? Tehát nézzük meg, hogy miért tesszük azt, amit csinálunk. Hát van egy ilyen általános elbutulás. Tehát minél magasabb a technikai fejlődés, minél magasabb szintet üt meg, annál jobban a tömegek elbutulnak. A tömegek. Tehát az azt jelenti, hogy az emberek nagy része. Hát most gondoljuk végig az elbutulást, hogy régen nem volt semmilyen technika, és mindent ki kellett találni, hogy hogy oldják meg. Például mit tudom én, ha számításokat kellett végezni, akkor mindent manuálisan végeztek. Mindenbe bele kellett rakni az értelmet, hogy ki tudják számolni. Ma a gépek kiszámolják. Csak bepötyögik az adatokat, és a gépek kiszámolják. Tehát annak idején mindent ki kellett találniuk az embereknek, még egyszer mondom, hogy hogyan oldják meg. Most kitalálják helyettük. Tehát, hogyha egy ember helyett kitalálnak dolgokat, akkor az nem eszesedést jelent, hanem elbutulást. Tehát egy embernek nem kell gondolkodni, mert a gép gondolkodik helyette, akkor az nem eszesedés, az elbutulás. Csak hogy tiszta és világos legyen. Az emberek ezt nem gondolják. Nem gondolják azt, hogy ha a gép gondolkodik helyette, akkor neki nem kell, és akkor ez elbutulás. Tehát gondoljuk végig, tehát az emberi elme, a tudatos része az úgy működik, a gondolkodó részünk az úgy működik, hogyha nem használjuk. Az olyan, mint a testnek bármilyen része. Ha nem használjuk, sorvad. Elsorvad. Tehát ezért van az, hogy régen nem voltak olyanok, hogy szenilis öregek. Nem voltak ilyenek. Meg nem volt olyan, hogy Alzheimer kor. Nem volt ilyen. Tehát az orvostudomány jó, ha tudjuk, hogyha valami nem tud választ, akkor ráaggat valamilyen nevet, és elnevezi betegségnek. Mint például az Alzheimer kort. Hát az Alzheimer kor az gyakorlatilag annyi, hogy az agyát nem használja, és szépen elsorvad az a része, amivel gondolkodni kellene. És az illető gyakorlatilag képtelen a gondolkodásra. Tehát a szenilitás, Alzheimer-kor, ez mind erről szól. Tehát ez olyan, mintha az orvostudomány nem tud mondjuk a depresszióval mit kezdeni, akkor rá fogja, hogy az egy depresszió. Közben az egy rossz hangulat. Az egy rossz hangulat. A depresszió az egy rossz hangulat. A depresszió az a bánat szintje. Tehát a bánat szintje.
ez ugyanaz, mint például hisztéria. Ráfogják, hogy hisztéria. Azért hiszt is egy felnőtt, mert gyerekkorában nem kezelték a hisztiét. Hát most gondold végig, milyen törvénytervezetet terveznek. Érted? Na most nincs olyan gyerek, amelyik ne hisztizne kiskorában. Nincs olyan. Minden gyerek hisztizik. És ugye, ha nem nevelik ki belőle a hisztit, akkor felnőttként is hisztis lesz. Az azt jelenti, hogy ott kicsiként ki kellene belőle nevelni a hisztit. És azt nem lehet csak erőszakkal. Az is egy erőszak, hogy fogja és alányomja a csap alá a gyereket. És most olyan törvénytervezetet terveznek, hogy a gyerekkel szemben nem lehet erőszakot alkalmazni, mert 2 évig terjedő szabadságbüntetéssel büntethető. Érted? Tehát ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezt a izére gondolták, a nevelő otthonokra gondolták, de hát akkor ez egy általános. Hát akkor ez általános lesz. Tehát akkor az azt jelenti, hogy a gyerek azt csinálhat, amit akar. Mert nem lehet vele szemben erőszakot alkalmazni, ha olyan módon működik, hogy mondjuk neki áll törzúzni, és nem lehet vele erőszakot alkalmazni. Hogy? Hát hogy képzelik ezt? És akkor egy gyerek majd, amelyik törzúz, akkor azt mondják neki, hogy jaj, kedves, drága csillag, hát ne csináld már. És akkor abba fogja hagyni. Igen, és azt mondják neki, hogy milyen ügyes vagy? Hogy törzúzol? Ezt tervezik, most tegnap olvastam erről, képzeljétek el. Hogy ezt, ilyeneket, hogy Európa legszigorúbb ilyen törvényét szeretnék bevezetni. Hát ez a gyerekekre ráhagynak mindent, akkor abban mi lesz? Milyen felnőttek lesznek? Hát lehet látni, hogy el vannak szúrva a generációk. Ahogy jönnek a generációk, ugye egyre jobban el van szúrva. Tehát az én nagymamám generációja, az totál nem volt elszúrva. A szüleim generációja már egy kicsit el volt szúrva, mi már jobban el vagyunk szúrva, a következő generáció, a fiaim generációja még jobban el van szúrva, az unokáim generációja meg még jobban. Honnan tudni, mikor van a generációváltást? Még ezt is tudni, ha valaki ezzel foglalkozik. Azt mondja, hogy 43-ban volt egy generációváltás, 1943-ban. Az előtte lévő generáció az a nagyszüleim generációja. Volt egy 68-ban egy generációváltás, lett egy 93-ban egy generációváltás, meg egy 2018-ban generációváltás. Mit nem lehet ezen tudni? Teljesen látni, és látni a kettő közti időszakokban a generációknál, hogy hogy el vannak szúrva. Egyre jobban és jobban és jobban. Ami azt jelenti, hogyha megnézzük, itt végignézzük, teljes párhuzam van, nyilván vannak kivételek. Kivételek erősítik a szabályt, mindig azt szokták mondani. De a többsége a generációban lévő személyeknek el van szúrva. A többsége. Tehát egy társadalom a többségben, többség az hülye, akkor az a társadalom hülye. Vagy rosszul látom. Hát az emberek többsége hülye, akármilyen csoportban, akkor az a csoport hülye, nem? Ha a többség hülye. Tehát az elbutulás következménye a helytelen cselekvés, aminek a következménye a rosszabb élet. Tehát nem gondolnak arra mondjuk a törvényhozók, hogy mondjuk a hisztit hova, hogy lehet erőszakmentesen kezelni? Nem lehet.
Hát mondom, az is egy erőszak, hogy fogják és alányomják a hisztiző gyereket a csap alá. Még a pszichológusok is ezt javasolják, hogy a hisztiző gyereket nyomd alá a csap alá. Mi is ezt csináltuk a gyerekeinkkel. Rögtön abba hagyták a hisztit. Nem is lettek hisztisek. És azt látni, felnőttként foglalkozunk azzal, hogy mit hozunk gyerekkorból. Milyen negatív tulajdonságokat idéztek elő a szülők a neveltetésük révén, illetve a működésük révén. Ezt tanítjuk. És ha van egy felnőtt, amely hisztis, azt tudjuk, és utána meg lehet kérdezni a szüleit, hogy nem kezelte a hisztit a gyereknél. Oké? Nem kezelte. Hagyta, hogy hisztizzen. Ráhagyta a hisztizést. Tehát sok mindent lehet kezelni egy gyereknél erőszakmentesen, de a hisztit azt nem. Azt nem lehet. És minden, még nem láttam olyan gyereket, aki ne hisztizett volna, kicsikét. És ugye mindig az a kérdés a hisztinél, ha már itt ez a témát előhoztam, csak még egy-két gondolat kiegészítésnéként, hogy a szülők mikortól hagynak egy gyerekre rá dolgokat? Mikortól? Ha ez később jelentkezik, az, hogy később hagynak rá, akkor később jön a hiszti. Ha nagyon korán ráhagynak a gyerekre dolgokat, akkor már korán jön a hiszti. Ez ettől függ. Ez ettől függ. Tehát minél korábban hagynak rá dolgokat, annál hamarabb lesz hisztis a gyerek. Minél később hagynak rá dolgokat, annál később lesz hisztis. Oké? Ha egy gyerekre nem hagynak rá semmit, akkor sose lesz hisztis. Oké? És például testvéreknél is lehet ezt látni. Ha az egyikre jobban ráhagytak dolgokat, akkor hisztisebb lett. Ha kevésbé hagytak rá, akkor kevésbé hisztis. De ha kinevelték, akkor nem lesz hisztis. Jó, ez csak példa arra, hogy hogy fogják kezelni a szülők a hiszti kérdést. Jó, szóval, és akkor ugye még mondanék ebben kapcsolatban, mondjuk állami gondozásban, én mindig azt hallottam, hogy az állami gondozásban lévő gyerekek azok sokkal fegyelmezetlenebbek, mint a családban felnőttek. Tehát sokkal fegyelmezetlenebb. És ha családba kirakják, akkor legtöbb esetben azért kerül vissza az állami gondozásba, mert nem bírnak vele a gyerekkel. Na most, akkor hogy fogják fegyelmezni az állami gondozású gyerekeket? Mert ugye most a pedofília miatt a gyerekek fegyelmezésének egy problematikája lesz. És akkor azt mondják, hogy azt a viszonzást kell adni a felnőttnek, amit ő okoz a gyereknek. Ez a címszó. Azt kell adni a felnőttnek, amit okoz a gyereknek. Ami fájdalmat okoz a gyereknek, azt a fájdalmat kell okozni a felnőttnek. Hallottam ilyen ökörséget? Brutál. Ez brutál. Ez egy tervezet. És a pedofília miatt, mert ugye nagyon egyszerű a dolog, mert ugye a kormányunk
rossz fényt vetített ez a pedofil botrány, ami volt ugye Bicskén, és most ezért, hogy visszaszerezze azt az elveszített szavazókat, ezért most nagyon szigorú törvényt akar bevezetni, amit még a saját frakciója sem támogat. Hallottam ilyet? Na, de nem politizál, ez nem politizálás, csak hanem arról szól, egy tény, tény. Tehát azért ez az eszesség, ez a politikusokra is vonatkozna. Hogy a politikusoknál is óriási elbutulás van, nem csak társadalmi szinten, hanem minden szinten elbutulás van. Minden szinten. És ezt az elbutulást a drága politikusaink is követik. Hát a legjobb elbutulás jel a politika részéről az volt, a politikusok részéről, amikor általánosan a világban a józanészt félredobták és beoltatták a lakosságot. Illetve a lakosság nagy részét. Egy olyan vírus ellen, ami azt se tudták mi, nem volt megállapítva, hogy az konkrétan milyen vírus, amit kineveztek COVID-19-nek. Oké? Nem volt, tehát nem volt megállapítva, hogy az konkrétan, hogy az micsoda, na ezáltal nem is tudtak kidolgozni rá ellenszert, csak az lakosságon kísérleteztek az ellenszerrel. Oké? Na most, ha ez józanész volt, akkor én innentől kezdve bandi vagyok, jó? Ez olyan elbutulás volt, mint a húzat. Tehát akkor a butaság, hogy ihaj. És rábeszélték az embereket arra, hogy beoltassák magukat. Na most, ha lehet, hogy emögött megvesztegetések voltak? Lehet, hogy esetlegesen mondjuk fizettek embereknek azért, hogy propagálják az oltásokat, hogy a multimilliárdosok kezében lévő vakcinagyárak azok minél több bevételt gyártsanak, hozzanak létre, mert ugyanis a Covid időszak alatt ezek a gyárak, ezek óriási profitot termeltek. Nem lehet esetleg, hogy emögött ilyen is volt? És nem csak a mi politikusainkról van szó, hanem a világ politikusainak jó részéről. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy talán a politikusoknak is eszesedni kellene. Tehát ha ilyen szintű butulás lesz, mint ami elindult itt az elmúlt 4 évben, és ez folytatódik, mi lesz ebben a világgal? Tehát azt tudnak az emberiségnek, illetve az embereknek, a társadalomnak bevezetni, amivel a többség egyetért. Oké? A buta emberek mindennel egyetértenek. Oké? Mindennel. Csak rá kell beszélni őket, és utána egyetértenek. Tehát ami azt jelenti, hogy azt gondolná az ember, hogy majd a politikusoknak kellene megoldani dolgokat. De nem, mert itt van a válasz, amit az imént mondtam. Hogy a buta emberekre bármit rá lehet beszélni. Bármit. Mint amit látni,
hogy sikerült rábeszélni azt, hogy itt Magyarországon, hogy a 70% beoltassa magát legalább egyszer a Covid ellen. Ha okosabbak lettek volna az emberek, akkor ez az arány nagyságrendekkel kisebb lett volna. Szóval, hogy lesz jobb világunk, ha eluralkodik még jobban a butaság? Sehogy. És akkor mi lesz az emberiséggel? Folyamatos elbutulás, mondjuk olyan tempóban, ami ebben az elmúlt 4 évben volt. Hát most gondold végig, egy ember csinált valamit, vagy kettő ott Bicskén, és emiatt mindent megváltoztatnak. Ez nem elmebetegség? Tehát utána nem jött, nem jött olyan, hogy de itt is felfedeztük, meg ott is, meg amott is, meg mindenhol csinálták ezt az összes gyerek otthonba. Ilyen szó nem volt. Egy helyen csinálták. És emiatt ez olyan, mint mikor kidobják a fürdővízzel a gyereket, érted? Szó szerint. És még azt is be akarták vezettetni, képzeljétek el, hogy a gyónásnál, ha kiderül, hogy valaki erőszakot tett egy gyereken, akkor azt kötelező legyen a papnak feljelenteni. Képzeld el, ezt el akarták érni. Érted? Szóval brutál. Hát az azt jelenti, hogy akkor tudod ki menne gyógyni. Jó, én gyerekkorom óta nem voltam, nem is szándékom, nem is áll szándékomban, hogy menjél paphoz gyógyni. Mert arra vannak más módszerek is, ha az ember ártó tettet követel. Oké, nem az, hogy feltétlenül a papnak meggyónja. Van arra sokkal jobb módszer is, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy adom valami eszetlenség folyik. Eszetlenség, érted? A világunkban. És azért csúcs, hogy itt tudom, hetente kétszer van ilyen díjmentes előadásom, ugye nem ilyenről szoktam beszélni a nem díjmentesbe, természetesen, hanem ott módszerekről beszélek az eszesedéshez, ugye a második részben, és tudásról az eszesedéshez. Viszont itt a, ugye hetente kétszer is, és azért ez vicc, hogy szinte most már minden alkalommal lesz valami új téma, amiről beszélnem kell. Hogy mekkora marhaságok vannak. Tehát hetente kétszer. Röhely. Szóval, itt vagyunk ebben a világban, és nagyfokú az elbutulás. Mit tegyünk? Ha egy ember az, ebben az életben boldogulni akar, ezért mondanám, hogy azok, akik már azt mondja, hogy meghaltak, és még a létközi létben vannak, tehát a létközi létben. Tehát az két születés közötti létben. Azoknak sokkal könnyebb. Mint azok, akik ugye meg vannak születve. Tehát ezzel a tudattal, ha végig gondolod, akkor azt mondanád, hogy milyen jó volt a nagymamánknak. Legalábbis az én generációm mondja. Neked, te azt mondtad fiatalként, vagy egy következő generációként, hogy a dédszülődnek, vagy az ükszülődnek. De tényleg. Csak egy gond van, hogy újra születik az ember.
És ez a múlt században, a múlt század második felében ez az újraszületés 13 év volt, átlagosan, átlagosan. Most ez lement 4 évre. Most átlag 4 éven belül újraszülettem. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy hú, hát milyen jó volt azoknak, akik már nincsenek. Csak azért, mert Magyarországon sok öngyilkos van, tudod? Nekem is volt egy rokonom, amelyik öngyilkosságba halt meg, egy másodunokatestvérem. Unokatestvéremnek a gyereke a másodunokatestvér. Mert azt gondolják emberek, hogy jobb lesz. Tehát meghal az ember mondjuk öngyilkosságba, és az egy gyilkosság. Az öngyilkosság az egy gyilkosság, hát benne van. Nem önölésről beszélünk. Nincs önölés a nyelvünkben. Öngyilkosság van. A gyilkosság az meg főbűn. Ami azt jelenti, hogy a következő életében az illető nehezített életet fog élni. Nem kicsit. A főbűnér van a legnagyobb nehezítés. Most képzeld el, vannak olyan nagyon-nagyon tudatlan emberek, akik öngyilkosok lesznek azért, hogy ettől az élettől megkíméljék magukat, a következő pedig sokkal rosszabb lesz nekik. Sokkal rosszabb. Csak ezt nem tudják, mert a kutya se tájékoztatta őket erről. És már abban létközi állapotban már nem évszázadokat töltenek el, mint nagyon régen, vagy akár évezredeket, hanem 4 évet, max. Van, aki pár hónap után újra születik. Pár hónap után. Ó, hát neked azért azt gondolod, hogy neked könnyű, mert ebben nem hiszel. Attól, hogy nem hiszel benne, akkor is így van, és így lesz számodra is. Ennyi. Ez nem hit kérdés. Tehát az, hogy a lélek az addig nem hagyja el a földi létet, ameddig nem fejlődik egy olyan szintre, hogy elhagyhassa ezt a földi létet, és felkerülhessen egy angyali vagy isteni, mert az angyali az egy isteni, mi volt? Létforma. Attól, hogy valaki ezt nem hiszi, attól ez így van. Tehát mi isteni létformából jöttünk, minden embernek a lelke, és minden embernek a lelke oda kellene, hogy tartson, de az eszesedés nélkül nincs oda tartás. Eszesedés nélkül marad az inkarnáció. És úgy, hogy minél tudatlanabbul halsz meg, annál nehezebb következő életed lesz. Öde király! És tudod, miért nem tanítanak erről semmit? Hogy az elbutulás megvalósuljon. Miért akarják, hogy megvalósuljon? Mert egy eszes ember nem tudnak manipulálni. Minél butább egy ember, annál manipulatívabb. Annál könnyebben lehet manipulálni. Annál jobban kiszolgálja a fogyasztott társadalmat. Hiszen azt gondolja mindenki, hogy itt a pénzről szól minden. Meg a vagyonról. Nem a pénzről, meg nem a vagyonról szól az életünk. Soha nem is szólt arról, hanem a saját szellemi fejlődésünkről szól. Vagy kellene, hogy szóljon. Minden ember azért van itt, a Földön,
mint lélek, hogy fejlődjön. A fejlődés az pedig a tudata fejlődik, nem más. Nem a súlyodat kell fejleszteni, hanem a tudatodat. És képzeld el, maga a gondolkodás az egy olyan dolog, hogy az nem öregszik. Nem öregszik a testtel. Na erre vagy gombos. Mindened öregszik, kivétel a gondolkodásod. Ezért volt az, hogy soha nem fiatal korba mondták, korú emberekre mondták azt, hogy bölcs ember. Soha. Mindig az idősek lettek bölcsek. Mindig. Miért? Mert a sok tanulás, a sok tudás, a sok tapasztalat hozta a bölcsességet. Szó nem volt arról, hogy fiatalra azt mondják, hogy bölcs. Hát ezért például megnézed az indiánok. A bölcsek tanácsa kizárólag idős emberekből állt. Idős indiánokból. Egy fiatal se volt benne. Mert ugye milyen a fiatal? Van erről egy kis történet. Kis mese inkább, de ez nem történet, mese. Hogy a fiatal bika meg az öreg bika fönn van a hegytetőn. A dombtetőn. Nem hegytetőn, dombtetőn. És lelegelnek a tehenek. Azt mondja a fiatal bika az idős bikának, rohanjunk le, s hágjuk meg őket. Erre mit mond az idős bika? Nyugi fiam, nyugi. Egy idő után megint megszólal a fiatal bika. Apám, szaladjunk le, ott a sok tehén, hágjuk meg őket. Azt mondja megint az idős bika, hogy nyugi fiam, nyugi. Egy idő után megelégeli a fiatal bika, és azt mondja megint az öregnek, hogy hát már nagyon unom, menjünk le, ott van az a rengeteg nőstény, fogjuk, hágjuk meg őket, minél többet, minél hamarabb. Azt mondja az idős bika, mondtam már kétszer, hogy nyugi, mindegyik föl fog jönni, mert erre van a karám. A bölcs bika az már tudta, hogy mi lesz. Oké? Szóval, ez a bölcsesség. Hogy az ember tudja, hogy mi várható. Minek mi lesz a következménye. És vakon, idézőjelbe a vakon, nem vág bele dolgokba, érted? Csak úgy, hogyha van kellő információja. Tehát magyarul vakon nem oltatja be magát, mondjuk. Csak ha van kellő információja, és úgy dönt, hogy igenis be kell magát oltatnia. És ha úgy látja, hogy nem, akkor nem oltatja be magát. És mondhat neki akárki, akármit, akkor sem. Tehát a tudatosságnak az a lényege, tudod, hogy látod előre, hogy mi lesz. Ezt lehet úgy mondani, ezt úgy szokták mondani, hogy sejted előre. De ez nem sejtés. Az a jó, ha te azt lehet mondani, hogy szinte tudod, hogy mi várható. Vagy tudod, hogy mi várható. Na most, ha az ember szinte tudja, vagy tudja, hogy mi várható,
akkor ahhoz képest tud előre cselekedni. És nem össze-vissza hülyeségeket tesz. Hát itt van például ez a szabály, amit ugye törvénybe akarnak iktatni, hogy mit lehet a gyerekekkel és mit nem. Ennek nem látják előre, nem nézik előre a következményét. Tehát én azt mondtam első olvasatra, amikor olvastam ennek a dolognak utána, csak úgy elém került, tehát nem keresek én ilyeneket, nehogy azt higgyétek. Csak úgy elém kerülnek a dolgok. Azt első olvasatra, hogy a dolgozók nagy része, akik gyerekekkel foglalkoznak, ott fogják hagyni a szakmát. Úgy ott fogják hagyni, mint a pinty. Miért? Mert még arról is be kell számolniuk, hogy a képzeld el, a szabad idejét hogyan tölti. Lesznek olyan biztosok, akik ezt mit tudom én hány hetente vagy havonta meg kell hallgatniuk, hogy mit csinálnak a szabad idejükben. Hiszed-e? Ez mint hogyha a háború előtti időszakban lett volna ilyen a második világháború előtti időszakban, érted? Vagy a második világháború idején. Akkor voltak ilyenek. És ilyen tervezetek vannak, hogy belerakják kezéteket. Hát kellenek új alkalmazottak, tudod, akik. Persze, állami alkalmazott, aki majd meghallgatja ezeket az embereket, és jelentést tesz, jelentést ír róla. Egy fontos beosztás, gondold végig. De arra nem gondolnak, hogy emiatt fogják, és ott hagyják a szakmát. Hát van, emegy civil szférába is. Én ismerek olyan embert, aki 4 év tanítás után, tanárnői állás után ráunt arra, hogy nem lehet fegyelmezni a gyerekeket, érted? És ott hagyta a szakmát. Érted? Hát hogyne? Hát ki akar fegyelmezetlen gyerekeket tanítani, érted? Mert ki akar fegyelmezhetetlen gyerekekkel foglalkozni? Ki akar? Hát bolond az, aki akar. Nem? Márpedig ezzel ilyeneket fognak elérni, hogy még fegyelmezhetetlenebbek lesznek a gyerekek. És gyakorlatilag nem lesz, aki velük foglalkozzon. Hát majd meglátjuk, mi lesz a következménye, de hogy nem jó, az hód biztos. Tehát mi tudáshoz juttatjuk az embereket a rendszeres képzéseinken. Van 26 nagy témánk, ami felöleli az élet minden területét. Tehát minden területét. Minden szerdán és vasárnap vannak képzések. Tehát minden szerdán és vasárnap. Kivétel, ha a szilveszter meg a karácsony pont úgy jön ki, hogy szerdára vagy vasárnapra, akkor átrakjuk egy másik napra. Szerdánként mindig 18 órás kezdésünk van, 4:45-ig, vasárnaponként meg 16:30-kor kezdünk, 8:45-ig. És ez rendszeresen, tehát nincs nyári szünet, nincs téli szünet, nincs szabadság, semmi nincs. Rendszeres képzés. Havonta átlagosan 30 óra képzésünk van. Az összesen tehát 360 óra egy évben. A 26 téma az a legtöbb téma, tehát inkább azt mondom, átlagosan egy téma az 3 hónap. Akkor ki lehet számolni, hogy a 26 téma az hány hónap, jó? Az durván 6 év.
Jó? Tehát durván 6 év. Képzeljétek el, az élet és ember működéséről van 6 évnyi információ. Van. Az azt jelenti, hogy 6×360, az durván 2000 óra. Van 2000 óra információ. Tehát az olyan, mintha mondjuk 10 héten vagy 13 héten keresztül ilyen nappal tanulná. De nem 13 héten keresztül ilyen nappal tanulsz, mert azt nem bírnád, hanem étlen szomjan, hanem csak hetente kétszer. És olyan témák, ami ezekre a területekre vonatkozik. De ezek a területek is szét vannak bontva. Vannak alaptémáink. A legalapabb téma az etika. Azon belül erkölcs, becsület, tisztesség. Tehát például, hogyha mondjuk a politikusok ismernék az általunk tanított etika szabályokat és betartanák, akkor lehetne bízni abban, hogy tudnának aktívan tenni politikusként azért, hogy a társadalom fejlődjön. Ameddig a politikusok nem tanultak etikát, erkölcs, becsület, tisztességet, addig ne várd, hogy a politikusok azok a nép érdekeit szolgálják. Mert nem fogják. De senkitől se várd, hogy a nép érdekét szolgálja, aki nem ismeri az etikát. Mert például van egy alapvető szabálya az etikának, hogy soha ne tegyél olyat, amit bezette nem szeretnéd, ha veled tennének. És akkor még vannak további szabályok. A legutolsó szabály, ez a legelső szabály egyébként, a legutolsó szabály pedig az, hogy mindig a legnagyobb jó érdekében cselekedj. Tehát mindig a legnagyobb jó. És akkor megint mondhatják a tudatlan emberek, ó, hát a jó az nézőpont kérdése. Egyáltalán nem. Mert az etikában pontosan tanuljuk, hogy mi mennyire jó és mennyire rossz. És pontosan meghatározható a jó különböző fokozata és a rossz különböző fokozata. Hát ezért mondtam, hogy a legnagyobb bűn a gyilkosság. És ide tartozik az öngyilkosság. És a gyilkosság az csak emberre vonatkoztatott. Tehát mást az nem gyilkosság, hanem ölés. Oké? És az egy teljesen más kérdés, az ölés. Sőt, egy embernek, mint kiderült az utóbbi képzéseken számotokra, hogyha el akar kerülni egy betegséget, ami halálos betegség tud lenni, sőt a legtöbb embernél halálos, ha el akarja kerülni, akkor neki hát bizony ölni kell. Tehát nem szabad megtagadni az ölést. Tehát az is egy ölés, hogy összetaposol egy hangyát. Oké? Szóval, ami azt jelenti, hogy azt gondolod, hogy az élet az egy ilyen véletlenek sorozata. Óriási tévedésben élsz. Az élet onnan, hogy megfogantál,
ok és okozat következménye. Még az is, hogy megfogantál, az is következmény. Most gondold végig, mennyire következmény, amikor mielőtt megszületsz, nem, megfogansz, még rendelkezel az előző életi tudásoddal, és annak alapján meghatározod a következő életedben a jövődet, nyilván segítséggel, egy sokkal nagyobb tudással rendelkező lény segítségével, azon túlmenően azt is meghatározod, hogy ahhoz az élet, tehát ahhoz a tulajdonságokhoz, amit neked el kell érni ahhoz, hogy megélj majd felnőttként dolgokat, ahhoz ki kell választanod a családodat. Ezért nem születik a legtöbb ember újra nagyon gyors idő alatt, mert meg kell várni, hogy azt a családot megtalálják, ami annak megfelelő, hogy ő olyanná váljon, amely képes azokat az élethelyzeteket létrehozni. Oké? Mert ahhoz, hogy az ember létrehozzon élethelyzeteket, ahhoz bizonyos tulajdonságokkal kell rendelkeznie. Milyen jó lenne ezeket az emberek tudnák? Egész másként néznének az életre, meg a halálra. És gondold végig, hogy mennyire véletlen az egész, hogy van egy ősi tudomány, ami több ezer éves. Úgy hívják, hogy numerológia. Addig nem hisznek benne az emberek, míg nem tapasztalják meg a saját számaik esetében. Amint a saját számaikhoz tartozó energiákat megismerik, hát rögtön elvesztik azt, hogy én ebben nem hiszek. Ezt rögtön elveszítik. Ugyanis a születési dátumodhoz kapcsolódnak energiák, meg a nevedhez is természetesen. De a nevedet kapod, a születési dátumod az meg látszólag véletlen. Senkinél nem lehet előre meghatározni, hogy melyik napon fog születni. Oké? Mert lehet, hogy egy nappal később születik, lehet, hogy egy nappal előbb, vagy akár három héttel azelőtt, vagy két héttel azután. Nem tudni. Előre senkinek nem tudni. Mégis a személyiség és a saját energiáink, az, hogy hogyan működünk majd, az a születési dátumokban benne van. Tehát te a létközi állapotban előre tudtad, hogy mi lesz a születési dátumod. Tehát kiválasztottad a születési dátumodat és a családodat. És ezek az adatok, ugye már a családod az egy adat, meg az is, hogy mikor születtél, ezek az adatok, ezek végig befolyásolni fogják az életedet. És ha az ember tanul erről, akkor ezeken az adatokon, azoknak az energiáin tud változtatni. Az adatokon nem, mert amikor megszülettél, azon nem tudsz változtatni. A neveden változtathatsz. A nők szoktak is, mikor megházasodnak. Sőt, a legtöbb nőnél kellene is, hogy változtasson. Szóval, nem kellene ezeket tudni? Az a jó, hogy gazdagok a lelki szegények. Az a jó. Könnyű a butáknak vagy a tudatlanoknak. Az a jó. És ezt elhiszed?
Minél, tehát figyeld, nem így születtem azzal a tudatossággal, amivel jelenleg rendelkezem. Nem azzal születtem. Most gondold végig, az 1000 órát egyedül végig tudom csinálni. Nem tanárok vannak, egy tanár van. Azt úgy hívják, hogy Szedlacsik Miklós. Akkor azért lehet, hogy többet tudok, mint az átlag? Egy pöttyet, nem? És ezen a területen, bármelyik területen, bárkinek segítséget tudok nyújtani. Érted? Bármi gondja lehet. 13 éve nem találtak, nem tudtak jönni hozzám olyan problémával, amire ne adtam volna megoldást. 13 éve. Hol lehet, hogy nem átlagember vagyok? Vagy lettem, átlagember lettem. Mert régen az voltam, átlagember. Mindig próbáltam kilógni a sorból, de akkor is átlagember voltam. Mondhatom azt, hogy átlag szülőkkel. Szóval gondold végig. Nem kellene tudni olyan dolgokat, hogy mi a fészkes fenét, mondjuk az első pont, kereselte itt ezen a bolygón? Miért nem vagy te egy angyal vagy egy isten? Mi a francot kéne itt csinálnod? Nem kellene tudni. Ja, hát ellesed a mintát másoktól. Hát az a minta, hogy kapsz valami jövedelmet, és az költsd el a hó végére. Ez a minta. És majd lesz valahogy. Vagy nem ez a legtöbb ember élete? Ja, és akkor némelyik még meg is takarít belőle egy kicsit, valamit, marad. Oké. És akkor utána azon gondolkodik, hogy na, azt a kicsit hova rakjam. Mert ez van, még azoknál is ez van, akik mondjuk az átlagnál mondjuk 50-szer többet keresnek, vagy 100-szor havonta, érted? Azoknál is ez van. Hát nem ezért születtünk. Azzal egyetértek, hogy azért születtünk, hogy élvezzük az életet, nem? Ebben egyetértek. De ahhoz, hogy élvezd az életedet, egy, minél többet kellene teremtened itt ebben a földi létben, de nem csak fizikailag, itt magadban szellemileg. Oké? Tehát minél több tudást kellene létrehozni. És akkor mondok ebben kapcsolatban dolgot, jó? Hogy állunk az időben? Beleférek még bele? Jó. Még szerda van, úgyhogy beleférek. Szóval, gondold végig, hogy várja, mit akartam mondani? Mi volt az utolsó gondolat? Minél többet kell teremteni. Minél többet teremtsünk. Ja, szellemileg is, igen. Tehát, közben elvitte a gondolat valamit. Élvezd az életet. Ja, igen, az élvezd az életet. Igen, szellemileg teremtés. Na mindegy, majd vissza eszembe jut. Jó? Úgy is eszembe jut. Szóval, ott van ez a önmagaddal való bánásmód. Tehát itt vagyunk mi emberek, és ugye azt gondoljuk, hogy vannak, akik egész jól teremtenek, és meg tudnak venni azon a teremtésen minden. De a teremtés, ugye az imént említettem, hogy kettős. Nem csak teremteni kell tudni anyagot, mondjuk pénzt,
hanem ugye azt is említettem, hogy kell teremteni tudást. És ezt tudod, hogy működik? Na, ezt akartam mondani. Ez úgy működik, hogy van neked egy lelked. És a lelked az képes információkat súgni. De súg. Az egód meg ordít, jó? A lelked viszont gyorsabb, mint az egód. Tehát ez a súgás, ez előbb tudna jönni, mint az ordítás az egódtól. De az hosszabb lélegzetű, mondjuk az a lélektől az a súgás, akkor az egód már beleordít. Na most, mit tud a lelked, amit te nem tudsz? Onnan, hogy megfogantál, még meg se születtél, megfogantál, a lelked lejött, ott volt édesanyád körül, és bármi megoldandó feladat érte a édesanyádat, a lelked megkapta a teremtőtől a megoldást. Tehát rendelkezik minden megoldással az életedben onnantól, mielőtt megfogantál. Ezért tudna segítséget nyújtani, ha hallgatnál rá. Na most, a léleknek az üzenete egy magasabb frekvencián érkezik, amit a jobb agyféltekével veszünk. Tehát a jobb agyféltekével veszünk. Attól függ, hogy milyen rezgésű a jobb agyféltekénk, tudja venni a léleknek a sugallatát, súgását. Ha az egyén jó hangulatú, akkor képes arra, hogy vegye a lelkének a sugallatát. Mivel az agyunk, azok mi vagyunk, ezért az agyunk vételképességének frekvenciában kifejezett vétele az teljes egészében hozzá idomul a saját hangulatunkhoz. A saját hangulatunk tehát meghatározza azt, hogy egyáltalán képes-e venni a lelkünk sugallatát, mert ha mi nem vagyunk jó hangulatban, akkor az agyunk sincs jó hangulatban, hiszen a testünk része, akkor semmilyen porcikánk nincs jó hangulatban. Ezért van az, hogy egy jó hangulatú ember nem beteg sose, egy rossz hangulatú ember meg rendszeresen beteg. Tehát az azt jelenti, hogy minden testrészére kihat az ő rossz hangulata. Többek közt az agyra is. Ha egy egyén tehát rossz hangulatú, akkor az agya is rossz hangulatú. És ehhez kapcsolódik az, hogy a frekvenciája az egész testnek alacsony lesz. Többek közt az agy frekvenciája is alacsony lesz. És az egyén képtelen arra, hogy a magas frekvenciájú lelkének az üzenetét vegye. Tehát magyarul meg se hallja ezt a súgást. A lélek mindenre tudja a megoldást, ami vele történt az életedben, és függetlenül attól, hogy megoldottad, vagy nem oldottad meg, ő tudta a megoldást. Na ezért van az, hogyha egy egyén pont ellenkezőleg teszi a dolgát ahhoz képest, amit a lélek súg neki, és mégse azt teszi, hát nyilván, mert nem tudja venni a
lelkének a sugallatát, akkor erre van az, hogy a lélek, szokták mondani, hogy na, ebben az emberben biztos sír a lelke. És a lélek ilyenkor mit csinál? Két dolgot tud csinálni a lélek. Vagy létrehoz egy betegséget, vagy létrehoz egy balesetet. Balesetet hogy hoz létre? Figyelmetlenség révén. Tehát eléri, hogy a test figyelmetlen legyen, és az illetőt baleset éri. A betegségnél meg kialakítja a betegséget. Egyébként még a helytelen cselekvéseknek, helytelen gondolkodásnak még van kétféle problematikája, ami létrejöhet a betegségen és a baleseten kívül, csak azt nem a lélek hozza létre, hanem azt külsőleg szervezik meg, hogy létrejöjjön. Méghozzá az angyalok szervezik meg, a teremtőd utasítására szervezik meg. Mégpedig azt, hogy mondjuk létrejöjjön egy családi problémád, vagy létrejöjjön egy anyagi problémád. Ugyanis ez a négy terület a problémákkal, a problémákat azok kapják ezen a négy területen, akik képtelenek arra, hogy vegyék a lelkük üzenetét. És egy ember nem veszi a lelke üzenetét, akkor egy szakember révén ki tudja hámozni, hogy abból a problémából neki mit kellett volna másként csinálni. Tehát ki tudja hámozni a problémából, nem a problémából mit kellett volna másként csinálnia, hanem mi volt az oka annak a problémának, tehát az életében mit kellett volna másként csinálnia. Jó, de hát megint ott van az ego, mikor azt mondja, hogy hát tökéletes vagy, tehát nem csinál semmi problémát. És kész, vége ezzel, mert gyakorlatilag, ha az egyén nem fogadja el az okokat, nem is tudja végérvényesen megoldani a problémákat. Oké? Tehát ugye egy probléma akkor van megoldva, hogyha az végérvényesen meg van oldva. Ha az visszatérő probléma, akkor az nincs végérvényesen megoldva. Ez olyan, mint hogy valaki megbetegszik egy betegségben, majd az orvos helyre pofozza őt, utána megbetegszik egy másik betegségben, majd az orvos megint csak helyre pofozza, majd megbetegszik egy harmadik betegségben. Az azt jelenti, hogy nincsenek kezelve az okok. Egyébként most egészségteremtő coachképzésünk van, a coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben. Ráadásul úgy, hogy tanítjuk az embereket, szemeszterek vannak, éves szemeszterek, és a szemeszterek után bizonyítvány is van, hiszen coach képzés és coach szakmát is tanítunk egyben. Szóval itt van ez a 10 terület, és ennek van 25, illetve 26 témája, és hát most éppen mondjuk az egészségteremtő kócsot hova sorolod? Akár több területre is. Mert ugye nem csak rád vonatkozhat ugye az egészség kérdése, hanem akár a családodra is, amiben tartozhatnak a szüleid, vagy tartozhatnak a gyerekeid, vagy éppen, mit tudom én, mondjuk barátoknak tudsz vele segíteni, és az tartozhat másokkal. Az a mások területe. És ezek a témák teljesen, ez a 26 téma felöleli az egész életünket. Tehát gondold végig, hogy a 13 év alatt az élet és ember működésével kapcsolatban, vagy egy problémával
személyes problémával kapcsolatban. Nem volt megoldás, tehát nem volt olyan válasz, illetve csak megoldás volt. Nem volt olyan kérdés, hogy amire nem tudtam választ adni, akkor azért tudhatok. Oké? De én azt, amit most elmondtam, hogy a lelkem megsugja a dolgokat, és a teremtőm küldi az információkat a lelkemnek, én ezt alkalmazom. Jó? Rendszeresen. Tehát én képes vagyok arra, hogy ezt használjam, ezt a fajta lehetőséget, amit minden embernek lehetősége lenne arra, hogy használja. De azért ugye mondanám, hogy egy rossz embernek, egy etikátlan, gonosz embernek a lelke nem fog, nem tud sugdosni, jó? Tehát sugna, csak nem tud. Nem tud. Tehát neki is van lelke, és nem gonosz a lelke. Oké? Hanem ő vált gonosszá. Tehát van egy, hogy válik egy ember gonosszá? Nagyon egyszerű. Hát kettős az agyműködésünk. El kell különíteni. Van egy jobb agyféltekénk, és egy bal agyféltekénk. És a jobb agyféltekénk a gondolkodó részünk. De csak azért tudunk gondolkodni, mert súg a lelkünk. Tehát amikor te azt gondolod, hogy mit tudom én mondjuk, 55? Mennyi? 25. Így van. Mikor ezt kimondtad, hogy 25, akkor te azt gondolod, hogy a jobb agyféltekédet használtad. Hát a fészkes fenét a jobb agyféltekéd. Mivel beleverték a fejedbe, vagy te verted bele a fejedbe, ezt az 5x5 mennyi? Ez azt jelenti, hogy szépen használod a raktárt. A bal agyféltekénk a raktár. Amiben minden szépen el van raktározva. És a legtöbb ember ott a raktárban keresget. Oké? Okay? Emlékezés útján, vagy pedig így, hogy bele van verve az elméjébe, az agyába, az az adat, ezért gyorsan elő tudja szedni. És a legtöbb ember sajnos a bal agyféltekével működik. És ez a bal agyfélteke nagyon sok negatív hatást megél, akkor ne csodálkozzon, mondjuk ha az ismeretségi körödben van egy olyan ember, aki gonosz, akkor arra tudnod kell, hogy ő a bal agyféltekéje, neki nagyon sok negatív, tehát az életében nagyon sok negatív dolgot megél. És ezáltal lett gonosz ember. Érted? Mert olyan dolgokat megélt, ami gonoszszá tette, de ez a bal agyfélteke rész. Oké? És ő azt gondolja, hogy az a helyes. De hát a bal agyféltekénk az nem gondolkodik. Az egyszerű adatbázis. Érted? Semmi más. Nincs egy adatbázisban nincs gondolkodás. Az adatbázisban adatok előhúzása van. A gondolkodáshoz kell egy értelem, és egy lény ezen a földön képes arra, hogy értelem. Az pedig az ember a lelke révén. Oké? És a világegyetemben minden értelmes lény a lelke véget tud gondolkodni. Nincs más megoldás. Oké? Nincs más megoldás. Szóval, ha úgy látod, hogy neked is szükséged lenne tudásra, ahhoz, hogy boldogulj az életedben, akkor mi a teendő? Nézzük gyorsan. Hoppá. Ugye itt vannak a képzések, itt szaladtunk át rajta. Azt mondja, hogy van egy tandíjfizetés, 19.700 forint, ez egy akciós
tandíj. Valahol volt ez más formában is. Most nem éppen ezt kerestem. Mindegy. Lehet, hogy ellapoztam. Itt van. Oké. A havi képzésünk értéke az 200 ezer forint. Ha nem hiszed, nézz utána, hogy módszert is adó tudás mennyibe kerül most óránként. Jó? 30 óra tudást te nem veszel meg 7000 forint alatt. Óránként. Oké? Az első havi nagyon kedvező akciós díj az 19700 forint. A második hónaptól meg még kedvezőbb 12500 forint. Azt visszaosztod 440 forint óránként. Semmilyen tudást senki, még egy első osztályos, általános iskolás első osztályos sem képez neki ennyiért. Miért? Mert azért vagyunk itt emberként, hogy kivigyük az embereket ebből a létformából. Visszakerüljenek az isteni létformába. Most már nincs idő arra elmagyarázni, hogy miért jöttünk ide le. Jó? De a képzéseimben, illetve a díjmenteseimben találsz rá információkat, hogy miért vagyunk itt. Szóval a lényeg az, hogy vissza kell jutni. És akkor mindjárt mutatok ezzel kapcsolatban a dolgokat. Egy rövid információt. Itt van. Jó? Tehát a beteljesülés szintje az, ahol vissza kellene kerülni. Tehát az embernek ezeken a fejlődési szakaszokon végig kellene menni egy élet során. Tehát nem több élet során, egy élet során. És addig nem marad, tehát addig marad ebbe a meghal, újra szület, meghal, újra szület, csak az a baj, hogy még most, ha valaki meghal, még ide újra tud születni, de már nem sokáig. Még 2035-ig lehet ide újra születni, aztán utána befejeztük. Jó? Ide már csak olyan emberek születhetnek, akik megérdemlik, hogy ide szülessenek. Mert van egy másik bolygó arra, hogy lehet oda születni, jó? Ahol ilyen kőkorszaki körülmények vannak. Most még mondom, ha valaki elpatkol, akkor még ide tud születni. Hát ezért van még ez a sok születés. Csak hogy tiszta és világos legyen. Jó, de ez már nem sokáig van, ez már csak 2035-ig, az meg már 11 év, tehát nem olyan sok. Jó? Szóval, ha úgy gondolod, hogy te is tennél azért, hogy létrehozzunk egy szeretett kort ezen a bolygón, akkor várunk szeretettel. Ha úgy gondolod, hogy az az élet neked jó, akkor úgy élet tovább. De azt előre figyelmeztetlek. Mindenki szívni fog, aki nem fejlődik. Jó? Mindenki. Te is. Ezt jó, ha tudod. Hát ha nem vállalt fel a lelki fejlődést, úgy fog szívni, mint a boci. És mi a szívás? Annyi problémát fogsz kapni, hogy beleződülsz. Világos ez? Nézd meg, a társadalom kapott problémát az elmúlt 4 évben? Nehogy már azt mondta, hogy nem. Egy hónap alatt 2,8, most jött ki a statisztika, 2,8%-ot csökkent a magyarországi ipar teljesítménye nyilván éves viszonylatban. Oké? Az egész 12 hónapban egy hónap volt, hogy növekedett az ipar. Nem az ipar, az egész gazdaság növekedett, egy hónap volt ilyen, 12 hónap alatt, az összes többi hónapban brutál csökkenések voltak. Gazdasági csökkenés, érted?
És ez mindenre vonatkozik. A nem találtak egyetlen egy olyan iparágat, beleértve a mezőgazdaságot is, ami növekedést mutatott volna. Érted? Egyet se. Miről beszélünk? Nem lesz nehézséged? Lesz annyi, hogy beleződülsz. Érted? Úgyhogy nem hiszed, nézz utána, ez mostani friss cikkek, nézz utána, ezt is ma olvastam, meg az iménti, hogy hívják, ott is ma olvastam egyébként. Amiről beszéltem, erről a pedofilhez kapcsolódó gyerektörvény. Érted? De ezt is, a gazdasági jelentéseket. Ugye a legutoljára feldolgozott hónap az a március. Tehát az fel van dolgozva, a statisztikai hivatal kiadta, nézz utána, és ott van, le van írva, hogy az egész évben mennyi. Egy hónap volt, amikor valami kis növekedés volt, ez február volt, de a március az akkora visszaesés volt, hogy mínuszba vitte a februárt is. Ja? És ha nem lesz, már pedig nem lesz gazdasági növekedés, ezt én előre mondom neked, oké? Okay? Tehát folyamatos gazdasági csökkenés lesz Európában. Ezt írd és mondd, ezt akár bárkinek írásba adok. És a jövő az bizony mindig úgy volt, ahogy én mondom. Jó? Illetve mondtam előre. Azt is mondtam, hogy lesz egy nagy probléma 2020. Kicsit előbb lett, én áprilisra jósoltam, ezzel szemben március 20-ától lett. Úgyhogy 10 napot tévedtem. Na, erre varjál gombot. Így van. De már előtte mondtam éveken keresztül, hogy, nagy gondok lesznek. Jó? És bejött. Jó, tehát lényeg az, hogy, ha nem hiszed azt, hogy neked nagy problémáid lesznek, hidd el. Na most, akik viszont itt vannak, azoknak van lehetőségük arra, hogy fejlődjenek, és megoldják azt a helyzetet, akár mondhatjuk azt, hogy meglovagolják azt a helyzetet, amit a többiek negatívan élnek meg. Tehát most mondok példát. Mi sosem nőttünk akkorát még életünkben, mint a Covid alatt. Oké? Mindenki a Covid alatt így zuhant össze, mi megnőttünk, nem is kicsit. A Covid alatt, egy év alatt annyit nőttünk, mint előtte 10 éven keresztül nőttünk. Oké? Okay? Tehát ami lesz problémák várhatóak, hát van egy nevünk, probléma, Problem Prevention Holding. Probléma megelőző holding. Nem előzzük meg a másoknak, csak azoknak, akik itt vannak. Oké? Okay? Semmi gond. Ha te azt akarod, hogy szenvedj, szenvedj nyugodtan. Vagy gyere közénk, és itt vagy egy olyan közösségbe, ahol segítünk abba, hogy áthidald ezeket a dolgokat, amik lesznek, meg vannak. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!